Ismét közéleti és kultúrszalon beszélgetésre várták az érdeklődőket kedd délután a Krisztus Király plébánia közösségi házba, ahol minden hónapban olyan emberekkel beszélget Bakonyi István, akik a város életében és a kultúrában fontos szerepet játszanak. Ez alkalommal Spányi Antal megyés püspök volt a beszélgető partner. Ezek a beszélgetések egy picit okoznak nehézséget is, hiszen én úgy gondolom, hogy most már több mint 20 éve itt vagyok Székesfehérváron, mint püspök. Ez alatt a 20 év alatt én nagyon sok mindent elmondtam. Ami én velem történik, ami az én életemhez tartozik, az szerintem nyitott könyv is, akit ez érdekelt, azok ezt mind pontosan nyomon tudják követni. Spányi Antalt nemrégiben Bethlen Gábor díjjal tüntette ki a Bethlen Gábor Alapítvány. Többek között arról is szó esett az este folyamán, hogy milyen érzés a megyés püspök számára az alapítvány elismerése. De ezen kívül még sok izgalmas témával készült Bakonyi István. Szó fog esni arról is, hogy milyen ünnepkör van, most ugye a bőt korszakról beszélek, a húsvét, a feltámadás várás ideje. Meg azt is azt hiszem megemlíthetjük, hogy a kultúra támogatásában is nagyon fontos szerepet játszik. Egyéb iránt ő a Katolikus Rádió főigazgatója, tehát azt hiszem, hogy nagyon sok irányú az a pálya, amit vele kapcsolatban gondolhatunk. A legközelebbi alkalom március 4-én 18 órakor lesz a megszokott Zsolt utcai közösségi házban. Akkor Erdélyi Csaba és Zsirai László költők lesznek Bobori Zoltán vendégei.